A szervezők előzetes várakozását magasan felülmúlta a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválra érkezett pályázatok száma. Összesen 302 filmmel neveztek, ebből 33-at juttattak tovább a döntőbe az 5 kategóriában. A legnagyobb számban a magyar versenyzők vannak, a Soha véget nem érős és a Mi ez a cirkusz című dokumentumfilm már biztosan ott lesz a legjobbak között. Külföldi alkotásokkal is megismerkedhetnek a filmkedvelők, például ausztrál, skandináv, valamint a Baltikum országaiból származó műveket is láthat majd a közönség a belvárosi moziban. Valljuk be, hogy azért mi egyféle filmeket nézünk többnyire. Ráálltunk az amerikai filmekre, vannak francia vígjátékok, de azért a kínálat nem olyan tág. Valahogy ez így alakult. Ez a filmfesztivál abban nyújt nagyon sok újdonságot, hogy megtudhatjuk, hogyan éreznek, hogyan gondolkodnak, hogyan látnak az Európán kívüli filmesek. Nem minden nap nézhetünk meg egy libanoni, vagy egy iráni, vagy egy indiai filmecskét. A május 10-én induló filmfesztiválon megemlékeznek a névadóról is. Megkoszorúzzák az emléktáblát, amelyet Zsigmond Vilmos szülőházának falán avattak fel tavaly nyáron. A fesztivált szakmai programok kísérik. Minden nap vannak kritikus, alkotó és közönség beszélgetések 11 órától, aztán itt lesz ugye az Európai Operatőr Szövetségnek az elnöke, illetve most tiszteletbeli elnöke már, mert egy idős úr, Nigel Waters, ővele az utolsó Zsigmond Vilmos portréfilm rendezője, Pierre Filmon fog beszélgetni. A Szeged Oscar díjas szülöttéről elnevezett filmfesztivál a névadóhoz hűen az operatőri munkát állítja középpontba. A kísérő programok a szakmabelieknek nyújtanak továbbképzési lehetőséget, a döntőbe jutott filmalkotásokat pedig bárki megtekintheti majd a belvárosi moziban.